a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola udvarán immár 13. alkalommal rendezte meg az Euroregionális Kenyérfesztivált és kézműves találkozót a kamara kézműipari tagozata, az iskolával és a Magyar Pékszövetséggel együtt működve. A vasárnapi rendezvény kezdetén a megnyitó ünnepségen dr. Nagy István a magyar mezőgazdaság nemzetközi megítélését méltatta. A parlamenti államtitkár az ágazat jövőt érintő fejlesztéseit is kiemelte. Az elkövetkező időszakban 2020-ig is pontosan ezért szeretnénk olyan támogatásokat nyújtani, ami az elmúlt 20 évben összességében nem volt. Mint egy 300 milliárdos európai uniós forrást szeretnénk rendelkezésre bocsátani, amiből 200 milliárd a vidékfejlesztési programból, 100 milliárd pedig a GINOP pénzekből érkezik. Kifejezetten a kis és közepes méretű vállalkozások technológiai megújítását szeretnénk, hogy a kiváló alapanyaghoz olyan kiváló technológia párosuljon, amivel a legkiválóbb élelmiszert lehet letenni az asztalra. Vagyis 2020-ig egy nagy léptékű fejlesztés valósulhat meg, mely további minőségjavulást eredményezhet. Erre pedig a lakosság részéről is igény mutatkozik. Azt gondolom, hogy az elmúlt években sikerült egy tudatos irányba elvinni a vásárlást. Egyre többen vagyunk azok, akik tudatosan vásárolunk. Elsősorban olyan termékeket, amelyek nem tartalmaznak adalékanyagokat, és ezek közé tartoznak ezek a kitűnő péksütemények és kenyerek, amelyeket itt bemutatnak. Most a győri pékségek, illetve a kézműves termékek is ebbe a kategóriába tartoznak. Tehát a tudatos vásárlás, én azt gondolom, az egyik legfontosabb, a másik pedig a minőség. A minőség mellett az innovatív megoldásokról, az új termékekről sem szabad megfeledkezni. Egy ilyen újdonsággal készült a Pedro Pékség is, hiszen a térségünkben működő vállalat az ország kenyerét is elhozta a győrieknek. Ez egy tönkölyös kenyér, tehát 16% teljes kölyösű tönkölydiszt van benne, egy kis burgonyát raktunk hozzá, meg a mi fajta jókovászunkat, azt ragasztjuk hozzá még. Határon innen és határon túlról is érkeztek pékségek, hogy finomabbnál finomabb termékeikkel tegyék felejthetetlenni a 13. találkozót. Ez a harmadik éve, amikor egy nagy sátor alá rendeztük be az egész rendezvényünket. Árnyékot ad, ha eső van, akkor védelmet ad, kulturáltabb a kiállítóknak, kulturáltabb a vendégeknek, és a nem titkolt célunk az vele, hogy a városnak, a régiónak egy kiemelt olyan szakmai rendezvénye legyen, ahol a nagyközönség is jelen van, és valamennyire díjazza, véleményezi a pékségek termékeit. A fesztiválon kenyér, péksütemény és díszmunka kategóriában mérték össze tudásukat a kiállítók, a fiatalabbak pedig a kalácsfonó versenyen ügyeskedhettek.